Súgy kifelé az összes gyurcsány embere. Szerintem Karácsony Gergely a politika tinderén jobbra húzná Gyurcsány Ferencet. Miért volt elég a hiperpasszív karácsonyból? És miért van szüksége Budapestnek Szentkirályi Alexandrára? Na, ma erről ő maga fog beszélgetni. Velem Szentkirályi Alexandra a vendégem. Alexandra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon örömmel jöttem, köszönöm szépen a És egy rendhagyó műfajt választottam, mert nem egy hagyományos interjút fogok készíteni, hanem egy úgynevezett reakcióvideót. Kezdjük is el. Mit keresi főpolgármester a választási kampány kellős közepén? vidéki nagyvárosokban. Mutattam azt, hogy az igazság, hogy Budapesten már olyan jól állunk, hogy már is ráérek. Te hogy tapasztalod akár a kampányod során, akár budapesti lakosként, budapest szerető emberként, hogy valóban jól áll Budapest? Hát, megnézve ezt a videót, egy klasszikus tudnék idézni, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó. Tehát hogy szerintem ezek a képek tényleg magukért beszélnek, az meg elképesztően pofátlan, hogy Karácsony Gergelynek tényleg van képe azt mondani, hogy Budapesten minden rendben, és ő ráér a gyurcsányházas párnak vidéken kampányon is, Algótarjában, meg Tatabányán, tehát hogy tényleg szerintem politikai pártállástól függetlenül, ha ma valaki kimegy Budapest utcáira, akkor azzal a trehánysággal, meg, meg, nem törődömséggel, meg dologtalansággal biztos, hogy fog szembesülni, mint Karácsony a városvezetés, tehát legyen szó a közlekedési káoszról, az elképesztő levegőszennyezésről, az zajszennyezésről, amit ezek a teljesen végonatlan karácsonyi újítások okoztak, a szemét helyzetön, szembe jönnek velünk folyamatosan, a, mélegelőkkel is találkozhat mindenki, és még sorolhatnám. Tehát az, hogy ezek után van pofája osztálykirándulgatni gyakorlatilag a gyógycsányházas pára, mert Gyógycsány Ferenc meg Dobrev Klára, hogy a hóna csapják a kis karácsony gergelyt, és elviszik szépen országot nézni, azt szerintem felháborító. Tehát itt, amikor ő cinikusan arról beszél, hogy Budapesten minden oké, okay, és elmehet kampányolni, de miközben budapestiként azt látjuk, hogy nem oké, okay, akkor az emberekben ez milyen érzést kelt, ez a mérhetetlen cinizmus, ami árad Karácsony Gergelyből? Hát én nem próbálom meg vég, vég, véletlenül sem megpróbálni megfejteni Karácsony Gergely lelkivilágát, vagy azt, hogy mi van a fejében, mert nincs hozzá megfelelő diplomám, tehát van egy DR a nevem előtt, de az egy másik fajta DR. De mindegy, szerintem összességében pofátlan az, amit Karácsony Gergely művel. Ha ennyire nem látja, hogy mi a probléma, akkor azért tessék akkor arrébb menni most már, és hagyni minket dolgozni, ha pedig látja, hogy mi a probléma, és emellett is azt gondolja, hogy a kampány kellős közepén, tehát, tehát kampányról beszélünk, ami elvileg a quintessenciája annak, hogy megmutassa, hogy ő miben jó, meg mit csinál, meg mit gondol Budapestről, és akkor ehelyett ilyen, nem tudom, egy könyveket dugdos el, munkaidőbe kincs keresőzik, amiből adugos, kiderüljük, igen. hogy, kiderül, hogy ő a mag, saját maga karrierjét, meg nem tudom, micsodáját a macska mentálhoz hasonlítja, de ezt sem még meg. Szóval, hogy, azt gondolom, hogy hogy tényleg ezek a, ezek a tettek ezért önmagukért beszélnek, és nem tudom, hogy melyik a fájóbb, ha Karácsony ennyire nem érti, hogy mi a probléma, vagy az, hogy ennyire hülyének nézi a budapestieket. De láthatunk a videón ezeket az úgynevezett állandósult dugókat, mert nagyjából Budapesten ez a helyzet, hogy az autósoknak sem jó, a bicikliseknek sem jó. Tehát akkor miért csinálja ezt? Szerintem ez pótcselekvés. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen ha valami belefognak, akkor annak látjuk, hogy mi lesz a vége. Ugye két ilyenek latáns példát lehet mondani, az egyik a lánchíd, a másik a blaha. Ugye ez az, amit megcsináltak. Tegyük hozzá, hogy ezt is egyébként mi kezdtük el, és a megcsinálás olyan jól sikerült, hogy kevesebbet később arányaiban drágában tett tök tuti baloldali recept. Ugye mind a két esetben a lánchídnál óriási korrupciós botrányok is körüllengik az egész ügyet. Emellett valaki mondja el nekem, hogy mit csinált Karácsony Gergely. De egyébként én is kedvet kaptam könyvíráshoz, pont azért, mert az elmúlt hetekben olyan fantasztikus kuriózumokat sikerül megtapasztalnom Budapesten, hogy azt érzem, hogy ez egy alternatív úti könyvet érdemelne. Tehát a 6 méteres biciklisáv, a kevesebb mint 50 négyzetméteres erdő, ami majd megoldja itt a levegő kérdését, meg árnyat ad, kb. 20 centis cserékről, vagy kis facsemetékről beszélünk. Tehát, tehát olyan magasságok ígér a Karácsony Gergely féle jövőben mutató város képe, hogy úgy érzem, hogy ez, ez, ez Jó, de van, van kívánkozik. egy, egy, említettél kuriózumokat, vagy unikumot, mert az nem az 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 az, de nem unikum. azt az, az, az unikumot, ami régen kellett a karácsonynak. Most már, most most már, most már, már józanul is bírja, de erről is fogunk szerintem. majd beszélni, de van egy olyan, tényleg nem is tudok rá mit mondani, a hetedik kerületben, magam is ellátogattam, és ha, ha jól lift, láttam, az egyik videódon, jól érzed, te is meglátogattad a semmiben nyíló liftet. Láttál ilyet korábban? Ilyen dolgokat még eddig nem tapasztaltam, tehát Karácsony Gergelynek kellett eljönni ahhoz, hogy a a mini erdő, a mini biciklisáv és a semmiben nyíló lift ö, ö, időszaka eljöjjön. Én nem tudom, hogy miket várhatunk a következő öt évre, vagy hát ötvenre, mert ugye ezt is elmondta, hogy ő nem is öt évre tervez, de hát ha öt év alatt ilyen fantasztikus dolgokat produkál, akkor vajon ötven év alatt mire képes? Lehet, hogy akkor lehet, hogy akkor már 60 méteres bicikliút lenne például, de egy picit azért komorodtam el, mert ö, ugye az tényleg az élet a legnagyobb rendezőképze, de hogy amikor mi elmentünk uh, megnézni ezt a, ezt a kuriózumot, a semmibe vezető liftet, ott álltunk, beszélgettünk a kerületi polgármester előttünkkel, és, és megjött egy, egy idős úr, aki abban a, a házban lakott, és bejött egy ilyen kis moped-szerű valamivel, és kiderült, hogy én azt hittem, hogy ő biztos akkor valamelyik alsó lakásban lakik, mert, mert beszélgettünk vele, pont akkor érkezett, és mondta, hogy neki az egyik lába az, az, az amputálva van. Mm -hmm. És, és ő ott lakik évek óta, a másodikon lakik, mm. és ott alig akarta egyébként hagyni, hogy segítsünk neki felvinni a cuccokat, amiket a bevásárlásból hazahoz. És a, so, olyan sokszor eszembe jut uh, ez, a, ez a találkozás, mert igazából ilyenkor érti meg az ember, hogy egy ilyen baromira trehány, lelketlen városvezetés, meg hozzáállás az mit okoz. Tehát engem annyira szíven ütötte annak az úrnak az esete, mert ott tényleg ott, ott gurult be, éppen átfél, és végül ott, hogy ő ezt lehet, hogy naponta többször, de hetente biztosan többször végig kell csinálja, de is a szegény a fél működő lábával a bevásárlásaival a másodikra fel kell caplasson. Azért, mert ezek az emberek egyszerűen nem végzik el a munkájukat. Említetted már a Blahát is, és ö, láttunk erről is felvételeket, hát Karácsony Gergely egyik, de ez tényleg valóban büszkeség. Tehát ez, ezt ne tagadjuk el tőle, ez tényleg büszkeséggel tölti el a Blaha WC. Tehát annyira büszke arra az alumínium bódéra, hogy elment oda és selfizett is vele. És nyilván ez más kérdés, hogy azóta, tehát selfizett, akkor abban a pillanatban még működött. Azóta sem működik ez a WC nagyjából. Tehát hát voltak még korábban olyan felvételek is, hogy ezt nem. <coughs> öm, nem remélem. Köszönöm. Kezdem úgy érezni, itt a kerületjárások járások során, hogy Karácsony Gergely nem főpolgármester, hanem az ország legjobban fizetett WC-nél címre pályázik, mert valahogy állandóan Karácsony Gergely, a Balos Városvetés és a wc azok ilyen elválaszthatatlan kapcsok, mert el lehetne mondani a Blahán is, ahol tényleg az is kuriózum szerintem, hogy, any hogy egy főpolgármester egy európai nagyváros, egy ezer éves rendelkező ország, fővárosának főpagármestere egy WC-re annyira büszke, hogy úgy érzi, hogy ez egy külön szelfit érdemel. Most én, Mi is csináltunk Élete szelfiket, mi a négyes metró befejezésekor csináltunk szelfiket, tehát ki ezzel, Ne legyél igazságtalan, az... ne legyél igazságt. Valaki a kicsinek is örülhet. El... De egyébként ugyanez a többi kerületben, tehát én a nyolcadik kerületben is a János Pápápa téren körbejártam, ott is egy kiváló ember a Kerület vezetője, ott is azt hiszem, hogy három darab WC van amiből gyakorlatilag semmi nem működik úgy, ahogy kéne, mert az egyikre már kírták, hogy áprilisban a nyitás, és alatta ugye a, a, a népnyelve az ugye április után voltunk már, mi is ott jól oda kommenteltek neki, hogy hova kellene menni, akkor mert még mindig nem volt nyitva a WC. Offline komment. offline komment, egy másik az, az, szintén nem működött, és akkor volt egy a, invencióként egy toj, toj iszonyatosan igényesen, amit viszont <laughs> mindenki oldalba vizelt, mert azt se sikerült úgy használni, ahogy kell, mert Hát, hogyha egy nagy, hogy mondjam, helyet csinálnak a városból, akkor nagyon sokan ennek megfelelően fogják használni. De nekem az egész karácsonyféle városvetéssel az az érzésem, hogy az egész olyan, mintha egy ilyen nagy, ilyen jól van az úgy mém lenne. Tehát minden ez a jól van az úgy, igen, lees, nem baj, kinőtt a gaz, nem baj, nincs felfesse, lekopott, nem baj. Tehát az egész ez a jól van az úgy, a kőkeresztek, a margit hídon letöröm, minden. Jól vagy van, hogy, az vagy úgy. van gaz, de nem levágják a gazt, mint ahogy tetettet, hanem kiírják, hogy mélylegelő. Hát az átnev a nagy átnevező, a nagy átnevező, Karácsony Gergely, átnevezőg. ma pont ö, egyébként egy ilyen volt hajó megállót tisztítottunk le, ami attól függetlenül, most nem hajó megállóként működik, ugyanúgy ugyanaz a sok ezer ember elmegy mellett a naponta gyalog babakocsival elfutva, és pont az jutott eszembe, hogy lehet, hogy itt, itt is valami invenció van, ami ne, nem, értem még arra a szellemi magasságból, hát, hogy érim, lehet, művész, hogy át kell, így van, vagy, rájöttem, vagy valami, igen, én értem igen. félre a dolgokat, mert az igazából mélegelő, ez meg street art, tehát Ennyi. Csak át kell nevezni, is, nem kell foglalkozni. Karácsony Gergelynek nincs jogosítványa, nem is vezet, illetve nem is nagyon szereti az autókat, betiltaná a tíz évnél idősebb kocsikat. Mit okoznál szerinted a budapestiek életében? Hát 440 ezer autós érint, tehát ez a kettő... 440 ezer család. Így van, ez a kétharmada a budapesti autóknak a, a belügyminisztérium adatai szerint. Tehát nem tudom, tényleg ilyenkor, hogy mi jár Karácsony Gergelyik fejében, ugye kinevezett négy és fél év klímavész helyzet után egy hogy a klímaügynökséget létrehozta, és annak az élére egy, hát egyébként egy jól ismert valós expolitikust, aki MSP és árnyékminiszter is volt, csak hogy tudjuk hova tenni. És, és hát ennek a hölgynek vannak ilyen kiváló ötletei, tehát még egyszer mondom, ő Karácsony Gergének a tanácsadója, és azt a klímaügynökséget vezeti. Tehát nyilván el is mondta egy podcastben, és le is buktak vele, hogy hát ők a BKK-val ezen már dolgoznak, hogy ilyen zero emission, meg ultra zero emission, vagy már nem tudom, hogy hívta. Lehet, hogy itt volt a baj egyébként, hogy Karácsony Gergely nem értette meg ezeket. <tosz> <szokat, és tosz> angolul nem volt. Nem, angolul. hogy itt van itt szó, nem tudom. Mert ugye azóta letagadta, de hát ugye a tények dolgok, ok, és hát ez a hangfelvétel megvan, ahol a hölgy elmondja, hogy nem csak azt, hogy hogy miért lenne ez fontos kitiltani az autókat, és ezt szerintem majd meg lehet csinálni, hanem azt is elmondja, hogy az is fontos lenne, hogy csökkentsék az autósok területét, és drágítsák az autózást. Mint hogyha, mint hogyha megint az, hogy a valóság, meg Karácsony Gergely, hogyha szembe találkoznának, akkor be kéne mutatkozniuk egymásnak, mert hol él az az ember? Tehát én értem, hogy ő nem vezet kocsit, de azt azért csak fel tudja fogni, hogy az emberek nem azért ülnek autóba, nem azért mennek közösségközlekedéssel, nem azért ülnek biciklire, mert ez a hobbiuk naponta X órában, hanem mert elviszi a gyerekét, a több gyerekét ide-oda suliba, cipeli a melós a felszerelését, egy, egy, fiatal embertől se várja már el azt, hogy az első fizetéséből összesporol egy új autóra, tehát hogy megint az, hogy, 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 csak jó, akkor, 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 járjanak jól a gazdagok, vagy hogy mi derül ki ebből. Úgyhogy ez a klasszikus karácsonyféle álmokfutás, megint, hogy abszolút nincs az egész végonova, utána az özönvíz, aztán lesz, ami lesz, én meg majd utána kedvesen vigyorgok, és kiszámolom magamat ropikban. Köszi! Tehát akinek ö, idősebb a kocsi, az szálljon ki, és menjen gyalog. Hogy Ezt is lehet, vagy ugye másik, kidézzem. másik nagy tanárától idézve pedig Gyurcsány Ferenctől el lehet innen menni. Aha. Ugye ez a másik gondolom, amit ilyenkor. Tehát vagy el lehet innen menni, vagy pedig kitiltunk. Köszönjük. Tehát akkor a, ugye úgy fogalmazta, hogy ez majd, hogy nem 500 ezer autót. Ér. Így van. Tehát az a budapesti autósok kétharmada, az, az iszonyatos szám. Egyébként. És egyébként tudod, tehát, hogy a... mi a felháborító az egészben, hogy gondolom, miért akarják ezt csinálni. Azért, mert mondjuk a levegő minősége az abszolút rosszabb lett, tehát, hogy 22. szeptember 1, 23. szeptember egyet et összehasonlított meteorológiai szolgálat hivatalos adatai szerint mind a kettő hétköznap, mind a kettő iskola kezdés, tehát almát az almával, és rosszabb lett. Tehát azzal a, a, az bajjal, amit az utakon csináltak, ugye mit értek el? Az, hogy sokkal több autó sokkal hosszabb ideig áll a dugóban. Például Szabólyok, az előbb említett biciklisávok miatt. Például amiatt, hogy azt is össze-vissza a koncepció nélkül egyébként több balesetveszélyesen veszélyesen csinálták meg. É, és erre nem az a reakció, hogy akkor felülvizsgáljuk, hogy mit szúrtunk el, hanem nem, mert akkor megsarcoljuk az embereket, nincs autó, nincsen probléma, hogy mi van. Tehát, hogy nem, nem az, hogy P plusz erre a parkolót építünk, hogy le tudják rakni az emberek a város határában az autókat, hogy fejlesztjük a közösség közlekedést, hanem az, hogy akkor betiltjuk, meg megdrágítjuk, meg leszűkítjük. Tehát, hogy mi, micsoda ilyen társadalomérnökösködő, tiltogatós kommunista tempó elnézést kérek. És közben azért azt jegyezzük meg még a történelmi hűség kedvéért, hogy eközben Karácsony Gergely a hivatali autójával közlekedik mindenhová. Néha buszsában. Azt akartam mondani, és ha úgy alakul, akkor pedig bussábban is. Mondtad, hogy tényleg van egy ilyen patópál feeling ennek az egésznek, de azért amellett, hogy, hogy ez a ráérünk arra még sztori működik, azért van amire nem érnek rá. Tehát a városházak kirámolására azért annyira, annyira nem érnek rá. Ezzel kapcsolatban is hoztam egy videót. Bébi Gyurcsány kalandjai Mi a baj, kisfiam? Bébi Gyurcsánynak csúfolnak, mert belerogtam az embereiddel a városházát. Na pont ezért vagy te ilyen jó fiú. Nézd, ott a Bébi Gyurcsány! É csak tedd, amit mondunk, kisfiam, és minden rendben lesz. Zárjuk le végre ezt a kínosztorit. Június 9-én, csak a Fidesz. Na, szerinted le kell zárni ezt a kínosztorit? Jaj, igen, tehát szerintem óvodások az óvodába felnőttek meg a munkahelyre dolgozni a városházára. Az a baj, hogy ezen ezen nevethetünk is, de pont ugyan ennyire Kétes lehet rajta sérítve. sírni is. Pontosan. Igen, tehát nagyjából a, a, helyzetet tényleg jól leírja ez a videó szerintem, tehát uh, gyúcsány a kormánynál, Karácsony nem tudna a kormányhoz ülni, mert ugye nincs soksia, és hátul meg a gyerekülésbe ott ott van a kis karácsony Gergely, és akkor Salgótarjámokra kell menni, ott, oda megy, egy Befogadták a, a családba, arra gondoltam. Én úgy, én, én, nekem az egész, amikor ott fennálltak a színpadon együtt, ugye a konfetti záporban, nekem, nekem az, az, volt az érzésem, hogy egy, egy családi képet látok. Az egész a volt a hangulata, hogy most így em, mama, papa, gyerekek, csupa szív szeretett, ott készült a fotó, és látszik, hogy látszik az karácsony Gergé, hogy ő Neki ez közege. Ő itt jól érzi magát szerintem, jól érzi ott. Obrev mamá kedvence pár. és Feri papa kedvence valami ilyesmire? Én úgy látom, hogy elég jó fiú. Egyébként érdekes, egy nagyon minimálisat a viccet félretéve. Én emlékszem 2019-ben, amikor a, a fővárosi közgyűlés, a Karácsony Gergely vezette fővárosi közgyűlés megalakult, és az első ülése volt a, a közgyűlésnek, és tényleg soha nem felejtem el a pillanatot, sétáltam be a városháza dísztermébe és az arcok, amik, akiket megláttam. Draskovics, Gáé Zoltán, a Gyurcsánynak a korábbi ö, biztonsági főnöke. Tehát így, így, beléptem, és az volt az érzésem, hogy Hát tényleg csak a hagyó Miklós hiányzott. Tehát de nagy már a... nem sokáig. <laughs> a kabinet főnöke már mindjárt ott Na, lett, De hogy, 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 tényleg, szóval, hogy Igen. olyan volt az embernek az érzése, mintha egy ilyen időutazáson vett volna részt és az is nagyon érdekes, hogy ez az időutazás abban is megtestesült, hogy, a, hogy, ez a klasszikus, szoci pénzszivattyú, ez is azonnal elindult. Tehát, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni szerinted? Hát nekem van ugye, egy egy hétpontos tervem, és ennek nem véletlen az első pontja az, hogy sutj kifelé az összes gyurcsány emberrel. Tehát amíg, amíg ez, ez, a, ezek a piócák, bocsánatot kérek, de a Budapest testén ott vannak, Addig, addig nem lesz előrelépés. Tehát amíg Karácsony Gergének a fő feladata és elfoglaltsága az, hogy Gyurcsány Ferenc kedvére tegyen az ő embereit, ütesse be a luxus kifizetőhelyekre, a sportálásokba, stb. Addig nem csoda, hogy Budapest olyan állapotban van, amilyen állapotban van. De tényleg az ember ezzel viccelődhetne, hogy hát még a városházát is eladnák, és ezek az emberek tényleg még a városházát is megpróbálták eladni. Tehát egyszerűen nem hiszed el. És úgy látszik, hogy tehát én abból például, hogy a hagyónak a kabinetfőnökét, aki ugye a nokias dobozók kapcsán lehet még mindenkinek ismerős, ugye 15 millió forintot, ugye a vallomás szerint kapott e, hagyó Miklós kenőpénzként, e, ennek az embernek a kabinetfőnökét Karácsony Gergely be akarja vinni a fővárosi közülésbe listán. Tehát én ebből csak arra tudok, következtetni, hogy ezek szerint hát portfólió bővítés lesz. Tehát az eddigi, az, az, az kismiska, az smafu, az semmi. Tehát te nagyobba kell gondolkodni. Vagy a Feri megint odaszólt, hogy elgergők át az nem lesz elég, hát ennyi -enye. és akkor most gondolom, hogy mondta a listát, hogy a karácsonynak kiket kell még bevinni a közgyűlésbe. Márta Imre már kevés, kell bővíteni bővítés a, a csapatot. Szerintem bővítés és van. van szerinted bármiféle szava szerinted Karácsony Gergelynek? Szerintem kiválaszt, hogyha reggel, hogy milyen zoknit vesz fel esetleg, az még talán neki, kelni. ha fel tud hogy kelni. Hogy lehet ezt a polipot szerinted kitisztítani? Hát egész egyszerűen azokat az embereket, akiket teljesen egyértelműen Gyurcsány Ferenc rakott oda, Karácsony Gergely mellé, hogy fogják a kezét, meg, hogy helyette ügyeskedjenek azokat, azokat mind ki kell rakni egyik napról a másikra. mint nincs pardon. Tehát itt, itt, itt egész egyszerűen ennek a városnak a rákfenéje, a lassítója, a, a fejlődésnek a visszafogója ez a, ez a polip, ahogy te használtad ezt a kifejezést, szem találóan, ami, aminek a feje tényleg gyurcsány, Ferenc, és különböző csápjai azok ott, ott vannak a városban. Tehát, tehát egyik napról a másikra ezt az egész bagást ki kell onnan szőröstől, bőröstől penderíteni. Máshogy nem megy. Na de most az egy jó kérdés, hogy Karácsonyi Gergely egy tiszteletbeli gyurcsány család tag lett, vagy a párbeszéd nevű nulla százalékos nem létező pártjából próbál a demokratikus koalícióba át -evickelni. ez egy, ez egy izgalmas kérdés lehet. Ezzel kapcsolatban is hoztam egy videót. Karácsony Gergely támogatjuk főpolgármesteri Karácsony Gergely a legjobb megoldás. De. a DK, az MSZP és a Párbeszéd Szövetség egy érték alapú szövetség. Politikailag te kívánatosnak tartanád Dobrev Klára miniszterelnök jelöltségét? Én majd tartom a legalkalmasabbnak erre a feladatnak. Gergely, hova kérdő? tartasz? Kampány kóra, kóra. Gyere, kóra, a beszédem. beszédem. Na hát itt láthattuk az előbb általad említett családi fotót is. Megikletett? Azon gondolok, hogy nekem kell unikom azok után, ja, ja. ha jössz hozzánk, jössz hozzánk, nem vizet hozzunk, hanem a unikomat, ez hogy ezeket a puszilgatós, ölelkezős felvételeket nézzük. Tehát Karácsony Gergely a DK-ban látja a jövőjét, vagy, vagy amolyan tiszteletbeli gyurcsány családtag? Hát szerintem a kettő egy is ugyanaz, és szerintem igazából hiába gondoljuk azt egy pillanatig és az elején, hogy ő nem innen indult szerintem ő pontosan innen indult, tehát ő, ő, ő alkatilag azzal, amit képvisel, igazából ő ide tartozik, szerintem. Ő inkább azt mondanám, hogy, hogy tehát ilyen leszi, hogy most hazatalált, tehát most megérkezett, végre ott van, kerestek, tájig. Karácsonyi Baloldal lesz ha, -e? Igen, hazatalált végre oda, ahova tartozik, és most, most, nagyon boldog szerintem végén az egész család, hogy akkor mindenki jó helyen van. Tud közösen fotózkodni Gyurcsány Ferencel, Dobrev Klárával. Igen, de a kedvencem egyébként nem tudom, hogy olyan videót hoztatok-e, de emlékszel, a választás éjszakáján készült egy videó, amin ott áll mögött a Gyurcsány, és látjuk elő a karácsony arcát, és embert ennyire szomorúnak még nem láttam attól, hogy megnyert egy választást, és mögötte valakit még ennyire hát készült, boldognak hát sem. Hát Tehát szerintem az a, az, a, az a pár pillanat, hogy tényleg Gyurcsány Ferenc megértette, hogy a, ő, mint a róka, most bemegy a tyúkolba, a kis tyúk karácsony, meg ott állt, és tudta, hogy most aztán jön a mészárlás, és jön neki hogy a, a gyurcsány kérdező. már fejben osztott-szorzott. Hát Persze, né Nézzük azt a képet, azt mondtam, mindent elmondta. Így, így somolyogni tényleg csak egy ilyen róka tud, mint Gyurcsány Ferenc. Na, képzeld el, abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy a ma... Délelőttömet, reggelemet karácsony Gergely, ha sokat emlegetett, karácsony Gergely társaságában töltöttem. De jó neked? Ö, hát nem volt egyszerű, de fel tudtam neki tenni néhány kérdést, például ezzel az úgynevezett Gyurcsány-Dobrev szerelem kapcsolattal is, és elég izgalmas választ adott. Tehát nem biztos, hogy azt, amire számítottak a, az emberek, ezt is elhoztam neked, nézzük meg együtt. Milyen érzés? egy csapatban játszani Gyurcsány Ferencsel és Dobrev Klárával? Én nagyon régóta egy csapatban vagyok, az ellenzéki vadon ezekkel a pártokkal, és éppen ezért nekem ebben semmi újdonság nincs. De jó velük együtt szövetségben lenni, programokon részt venni, kampányolni? Különben nem csinálnám. Nem akkor tartalám, ér jól, érzi nem magát. Nem tartanám előre vezetőnek. Nem láttad mi a beszélgetésünk előtt ezt a videót, de majd, hogy nem, azt mondtad, amit Karácsony Gergely is mondott, és feltételezem nem azért, mert összebeszéltetek, hanem, hanem jól látod a helyzetet, hogy tényleg Karácsony Gergely, ahogy fogalmaztál, a baloldal leszieként hazatért a Gyurcsány házaspárhoz, és azt mondta Karácsony Gergely, hogy Gyurcsány Ferenccel szövetkezni, az egyrészt nincs vele problémája, másrészt előremutató. Ez fontos kihangsúlyozni. Igen, szerintem, Karácsony Gergely a politika tinderén jobbra húzná Gyurcsány Ferencet, én, én ezt így láttam, és ez kölcsönös, tehát hogy mindenki egy a jó állás, irányba húztam. egy húzta. Egy meccselnek, meccs, meccs, mondják. Meccs. Úristen, jó. Már most már ne, már, 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 Nem tudok, a lesz hazatértem, és a Tinderig, jó, adom amúgy. Szóval, hogy, hogy, hogy de egy kicsit elmélyülve ebben, hogy azért érdekes ez a, kérdés, <laughs> bocsánat, hogy mert tényleg az volt, hogy itt karácsony, itt elmondta, tehát a karácsonyon az igazságmondás sem kell sokszor számon kérni, de hogy ugye karácsony Gerge azt mondta, hogy ő régóta ehhez a csapathoz tartozik. De közben korábban voltak olyan nyilatkozatai is, amit már itt. E, így van, amit már említettünk korábban, hogy unikum kellett ahhoz, hogy tárgyaljon bármilyen politikai közösséget, vállaljon Gyurcsány Ferenccel. Milyen ember ez? Szerintem mindenki, ha végig gondolja a saját szakmai életét, vagy akár baráti körét, akkor, akkor ismerjük ezt a, ezt az embertípust, aki mindig éppen azt mondja, ami neki kényelmes. Tehát, hogyha te vagy ott, akkor neked azt mondja, hogy, de ha nem te vagy ott, hanem az az ember, aki a te neve, akkor, akkor annak ad igazad. Tehát ő, ő szerintem egy ilyen egy ilyen, mi, mindig az éppen aktuális, szerinte neki megfelelő politikai szélre próbál megfelülni, és azon szörfözni. Tehát, mert neki ugye önálló teljesítménye igazából nincsen, tehát neki mindig kell egy ilyen, egy, bo, bocsánat, egy gazdatest, vagy mm. valami vívőfelület. Most mm. most úgy látta jobbnak, hogy most a Gyócsány Ferenc című ö, vívőfelület, akkor maradjunk ennél a kedvesebb kifejezésnél az neki a legjobb. De én nem gondolom, hogy ez egyébként benne igazából egy váltás jelentene. még egyszer, én szerintem mert pontosan olyan volt, ugyanezeket az értékét vallotta, tehát azért a gyógycsány Ferenc mellé beállni, annál erősebb vállalás nagyon-nagyon kevés létezik. Tehát gyógycsány, most gondoljuk végig tényleg gyógycsány Ferencnek mi a sztoria, mi a múltja, összöld, szemkilövetés, minden, amit akarsz. Egy ilyen pasi mellé letenni a gorost, érted, az egy baromi nagy vállalás. Karácsony Gergely, ezzel semmi problémája nincsen. Tehát én összintén, egy levegőt nem szívnék egy szobába szívesen Gyúcsány Ferenccel, nem meg itt kampányol. Meg előremutatónak igen, tartja igen. a, a szóval Hát csinál. igen, ez, ez, megint ilyen kommunizmus, hogy előre a múltba. Tipikus. Hi, hihetetlen egyébként látni. Nyilván van abban valami, amit te is mondasz, hogy Karácsony Gergelynek van egy nulla százalékos pártja, tehát van ez a párbeszéd nevű, amit tényleg, tehát szerintem a a családján kívül még nem szavazott. Tehát Tordai Bence családján, Szabó Tíme és Karácsony Gergely családján kívül még nem én el, szavazott. Én el is tudom képzelni azt is, de nem, hogy még a családjuk sem. Jó, ja, az... ez már, ez már, igen. Láttam egy videódat, ahol te például tudtad csavarni a villanykörtét. Nem vagyok benne biztos, hogy Karácsony Gergely betudja csavarni ezt a villanykörtét. Mit gondolsz erről? Milyen férfi női szemmel? Női szemmel? Hát <laughs> nem akarom nagyon a szegénynek a maradék egóját még kisebb darabokra törni, de, de szerintem, amit látunk belőle főpolgármesterként, nagyjából én ilyen pasinak is gondolom. Tehát tényleg ez, aki, szerintem mondtam is rá, hogy aki, aki egy, biztos, hogy egy randin kimenne a mosdóba, amikor hozzák a számlát. Tehát tényleg ez a kategória, meg tudod, aki talán más csajozós történeteit meséli el a sajátjaként, és még hozhatnék rengeteg ilyen példát, tehát öm, ne, nem, 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 az a típus, amire, amire, én szívesen, szívesen gondolok férfiként maradjunk ennyiben, nem jobbra akar, jobban bántani. Nincs ennek jelentősége, mert egyébként, tehát tényleg őszintén mondom azt, hogyha egyébként itt rendet vágna a Budapesten, akkor tök mindegy, hogy férfi, nő, fiatal, idős, Igazából ez tök mindegy. Tehát nem, nem ebből fakad a probléma, a probléma abból fakad, hogy pontosan ez a, az ilyen nyámnyilat, teszet osza alkat, amilyen ő, ez, ez, nem alkalmas arra, hogy mondjuk egy úcsány Ferencnek ellen tartson. Nem ellenkezőre alkalmas, arra alkalmas, hogy kiszolgálja feltétel nélkül. Tehát Karácsony nekem ez a fő problémám, hogy ahelyett, hogy a budapestiek szempontjait képviselné, ahelyett tök szolgai módon behasal gyakorlatilag Gyurcsány Ferencnek. Ez nekem mondjuk nőként sem egy nagyon szimpatikus tulajdonság, hogy valaki ennyire képtelen sarkára állni, hanem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc kettőt oda telefonál, és én úgy képzelem, hogy Karácsony Gergely utána megy a szobájba, sír egy kicsit, és aztán aláírja, amit kell. Tehát ez nem szimpi. Na de hogy milyen kiváló férfi Karácsony Gergely, nézzük meg egy videót. Szerinted milyen magas vagy, ropikban Ropig van számolva. Nem tudom, hány centi egy ropi? Tíz? Akkor mondjuk olyan húsz ropi. Apunak hívnak a TikTokon. Mi apu? Lehetek a fiad? Szia Karigeri, nem ez a kedvenc beceneven, de mindegy. Tíz darab dedikált példányt a most nem könyvemből el fogok rejteni. Eldugtam egy könyvet ezen a villamoson találd meg. Slate, Good from bad. Right wing populism distinguishes between us and them. Nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van. Miért csináld velem? ne, Tényleg az unikum kéne most <laughs> már. Úgyhogy ő a legalkalmasabb baloldali politikus, akit láttál már működni? óriási a tülekedés egyébként a legalkalmasabb baloldali politikus címek körül, de azt gondolom, hogy Karácsony Gergely még ezt is, az átlagot is felül, vagy éppen vagy éppen a kinek, kinek hogy tetszik nagyon. Tehát fizikai fájdalmat éreztem, miközben ezeket a videókat végig kellett néznem, megmondom De neked. Nyugtass meg, hogy te tudsz kezet fogni azért, hogyha úgy alakul, ugye? Mert még ő... kenyeret is tudok vágni, Mek autót így. is tudok vezetni, még angolul is tudok. E... Tudod, milyen volt vagy elég a... Vagy elég hiperpasszív, én az azt látom a... az rá, Az a mém úrott be róla, volt ez a... a... Ki volt James Belushi, hogy hívják, a... ez a How do you do, fellow kids? Igen. amikor én viszi a vállán a és tök közben próbálod jó fekni. Laza, és slay. nekem az, igen, szlé, apu, izé. Ah, tehát, hogy, hogy, az egész pasit körüllengi, ez az egész ilyen gyurcsányi kriptaszag, és akkor itt próbál ilyen baromi jó fejen így, nem tudom, tiktakolni, meg minden, tehát, hogy ő a 20 is főpolgármester, hát ez fantasztikus. Erre nagyon nagy szükség van Budapesten, hogy tudjam, hogy a főpolgármester hány ropi magas. Tehát, hogy. Ó, Úristen. Szóval fizikai fájdalmat okozott ez a. Nagyon, tehát igen. Tehát én, én 36 évesen én sem vagyok az, aki elmondhattam hogy a fiatalok miről, mit gondolnak, még minden. De ez a, ez a legcikép, tehát tényleg az a. Olyan, olyan, tudod, milyen? Olyan érzésem volt egy kicsit, mint egy ilyen mint, mint egy ilyen idősebb pasi, aki most menőzi, próbál menőzi, a lemegy a, a bárba, érted? Így, így befújja a haját az összülő halántéket ilyen hajszprével, kicsit beállítgatja, hogy úgy tűnjön, hogy van neki ott is haj, vagy felrak inkább egy pepit, hogy eltakarja a kopasz foltot, felveszi a 70-es évekből a megmaradt ingét, és most lemegy a hegyesorú cipőjével csajozni a diszkóba. Tehát, hogy nekem ez ez. Nem, nem tehát nincs az a baj, hogy a, olyan, amilyen, csak nem, ne próbálja meg ezt eladni. Tehát megint ez a, ez a baromi őszintétlen hozzáállás nekem itt, itt, is ez jön le, hogy most azt hiszi, hogy most jó fej, nem azt várjuk el elsősorban, tök jó, ha jó fej, legyen jó fej. Nem tudom, ez az, -e. lehet, hogy valakinek ez jó fejség. De igazából én főleg azt várom el, hogy a főpagányszám mondjuk esetleg miért dolgozni, meg esetleg csinál, vagy csinálja meg azt, amivel a budapestiek megbízták, amiket a budapestieknek megígért, legyen P pluszer parkoló, lehessen közlekedni, ne legyen kosz, ne lopják ki az orrunk elől a félvárost, és utána szerintem lehet, marha jó fej, csak ne, ne cseréljük már fel a sorrendet. Még én azt látom egyébként a karácsonyal kapcsolatban, hogy ő ilyen. Tehát a, a tényleg az van, hogy bármilyen pozícióba kerül, lehet az Zuglói polgármester, főpolgármester, mindig nagyobb politikai célja van. És ez azért üt vissza, mert soha nem az adott pozícióban és azért dolgozik. Tehát például arra gondolom, hogy ahogy te is fogalmazol, hogy főpolgármesterként nem Budapest ügyeivel foglalkozik, hanem azzal, hogy ő országosan ismert, országosan fontos pozíciót betöltő politikus legyen, hát elindult miniszterelnök jelöltnek is. Most nyilván az más kérdés, hogy a villamos elütötte, de hogy mindig az az érzésem Karácsony gergely kapcsolatban, hogy hogyha már ilyen kueljói magasságon nem tud a mában élni, hanem neki mindig jövőbeli tervei vannak, és Hogyha valaki egy fontos pozíciót lát el, hiszen a főpolgármester egy nagyon fontos pozíció, de nem tud azért dolgozni, hanem mindig más célja van, az, az nem vezet jóra. De én nekem ezzel kapcsolatban az a gondolat jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy előttem fel csak egy zuglói polgármester volt, onnan lett főpolgármester, utána el akart indulni Így miniszterelnöknek, el, igen, el is indult még előtte, utána meg a villamos, hogy, hogy ezt tudod mi szerintem? most mégiscsak fejtegetjük a Karácsony Gergely lelkivilágát, de nekem az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy tudod, vannak ezek a piramis játékok, ahol mindig azért kell, kell ugye újabb, vagy ilyen emellem, vagy nem tudom, az beszervezni az, az, újabb igen. embereket, hogy azoknak az újabb befektetéséből, a pénzéből a korábbiakat ki lehet sem fizetni, de igazából ez ugye mindig menekülés, tehát tudod, hogy egy idő után el fognak kapni. És nekem ez az érzésem Karácsony Gergelye, hogy ő azért lépked tovább mindig, a dolog, hogy milyen ambíciója van, de szerintem mindig annyi időt próbál csak egy helyen eltölteni, hogy hogy még pont ne bukjon le, Aha. hogy elszaladt a lóvéval, vagy hogy kiderül, hogy mesztelen a király. Tehát, hogy oké, okay, az zuglóba eltöltött egy ciklus polgármesterként, és rögtön megy is tovább, hogy jó, jó nem kell itt foglalkozni, én mit csináltam, már itt az új cél, eltölt valamennyit fölpolgármester. Ó, oh, de nem, már a következetet. mint hogy a menekülne, hogy a valóság egyszer utol fogja érni nekem ez az érzés. Jó, de egy ilyen ember sosem lesz valódi városvezető ebben, a, ebben az esetben. Hát, magáért beszél a teljesítménye, nem? Nem lesz az most se az. Mitől lenne az legközelebb? Tehát most kaptunk belőle négy és fél évet, hogy Karácsony Gergely szerint milyen a rendben lévő város, amikor el lehet menni kampányolni egy párnak? Köszönjük szépen. Igen. Szandra, remélem, hogy azért olyan mély sebeket nem okoztak a videók, amiket hoztam próbáltam azért finom lenni. Nagyon szépen köszönöm a patrióta nézőinek, hogyha nektek is elegetek van ebből a hiperpasszív nagyvadból, akkor június 9-én elmondhatjátok erről is a véleményeteket, velem pedig hamarosan újra találkozhattok. Sziasztok!